Az, amit nem lehet forintba szerintem kifejezni, hogy hogy érzik magukat az emberek az adott településen. Az alpolgármester köszöntötte a Városházára érkező zsűrit, amelynek tagjai szerdán szakmai nagyító alatt nézték meg, és ismerkedtek Győr közterületeivel, parkjaival és persze turizmusával. A szép környezet, jó közérzet versengésre az önkormányzat már hagyományosan nevezett be, és természetesen szeretne minél jobban szerepelni. Nem is a nevezés a fontos, hanem az előkészületek a fontosak, hiszen az előkészületek alapján egy komoly szakmai stáb kidolgozza azt, hogy ebbe az évben milyen virágosítást csinálunk, milyen új virágosításokat csinálunk, hogy rendezzük a parkjainkat. És én azt mondom, hogy ha már ennyit dolgoztunk, akkor miért ne neveznénk be, különösen úgy, hogy egy kicsit nagyképűen mondva azért elég sok sikert elértünk már, hiszen országos elsők voltunk, európai világos városokban másodikak lettünk, és nincs olyan év, hogy valamilyen plusz külön díjat el ne hoznánk. Az is egyfajta lenne az a sárga. A regionális zsűri mindjárt a Városháza előtt körül is nézett a virágosítás területén, ezért a munkáért a Győr szól felel, amelynek szakembere híradónknak azt mondta, munkatársai mindent megtesznek azért, hogy a város minél előkelőbb helyen végezzen a megmérettetésen. Nyilván, ha már van egy verseny, az ember nem szeret utolsó lenni. Nem kell mindig megnyerni, de nyilván attól már azt gondolom, hogy ilyen versenyek mindenkit ösztönöznek, kicsit jobban, gondosabban csinálják a feladatukat. Tehát azt gondolom, hogy összességben a versenynek itt most a lényeg a lakosság jobb kiszolgálása. Abban bízom, hogy a kollégáink valóban egyre több információt szereznek be, és a fejlesztéseket ez alapján jobban tudjuk megfogalmazni. A regionális zsűri ezekben a napokban a nyugat-dunántúli városokat látogatja végig, mindenhol szigorú kritériumok alapján pontozzák majd a környezetet és sok minden mást is. Hozzá tartozik a közterületek, a burkolt felületek állapota, de akár az épületek állapota, a fák gondozása, tehát ez a zöld felületi rész. Ezen kívül a turizmus része teszi egy 10-15%-ot a pontrendszernek. Ezt a turizmus ZRT és kolléga külön értékeli, de azért nyilván megbeszéljük a végén, a zsűrizés végén a pontozást. Nagyon jelentős még az a része, hogy a lakosság, a civil szervezetek, a vállalkozások mennyire vesznek részt a környezetszépítésben, az élhető város kialakításában. A Virágos Magyarországért verseny végeredménye valamikor augusztus végén születik meg, az ünnepélyes eredmény hirdetést pedig a tervek szerint szeptemberben tartják majd a szervezők.